5 órát játszottunk, vagy 5 percet? 5 órát. 5 órát. De ugye ez a gyorsítás is bele kell venni. Miért ilyen sötét? Mert úgy van, hogy amikor legyőzel a trénert, akkor világosodik ki egy picit, és a végére fogod látni a termet. Aha. Normálisan. A fura, mert most az, amit a vaksötétbe itt izé császkálnál. És akkor ez harcos terem? Igen. Ez az első harcos terem, ami adja elvényt is a Pokémon játékokba? Nem, a második generációban volt Chuck. Ő is harcos típusú terememester. Úristen. Ó, Bide. Igen, hogy a mi damage-et kap, annak a többször, azt hiszem másfélszeresét, a kétszeresét adja vissza. Aha. Ezt pont megszívtuk, mert a kibaszott izének kéne az XP-t kapni a Jean Grey-nek. És tényleg kicsit nagyobb lett a lyuk. Basz meg. Úgy. Meditálj, az idegesítő, hogy a többi az sima harcos típus, vagy meg harcos pszichó. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy nem, nincs típus hátránya a pszichóval szemben. És mennyi zsicska van itt? Itt is lesz majd egy team battle? Itt van egy pár. Aha. Might is right. Konkrétan Ryu volt. Ezeket már jobban szeretem. Na, kis hülye már csapott. Black Belt. Eljöttünk a 18-as szintig. Azóta ne vagy Taco? Bocsánat. Black Belt Taco? Az durva lett, hogyha igen. Majd visszanézem majd. Christian. Makuhita. De nézzük, mit tud. Wow! Akkor mégis jó kapok, jót választottunk. De a rác az ilyen jó? A harcos ellen? Aha. Hát hogyha a sima harcos típus ellen, ugye a harcos pszichóval ott vannak nehézségek. A teremmesternek is van egy olyan, de szerintem azt majd Marinerrel fogom megcsináltatni. Csokinak amúgy van valamilyen? Antidot. Double battle, ahogy látom. Igen. Jó, meditáltat azt akkor szerintem a izé fogja kezelni, a Mariner. Te meg rámész a macsopra. És az a csaj, aki ott a levegőben rúgott, az az idők végezetéig ott lesz a levegőben egy rúgás közben. Igen. Antigravitációs rúgás. Igen. Biztos erős lehet, hogy ilyenre képes. Ajaj. Meg is sokat látunk a teremből. Igen. Ma majdnem, mintha teljes lenne. I crush you! Jaj, meditate. Miért teszed tönkre? Csokinál megint van valami. Ja. Helyes. Majd vegyük el tőle. Ó, Bite-ot használ. Ezt érdemes kivárni amúgy. Zsírfeka vagy valaki. Confusion. Tehát nem támadod meg, akkor a Bite az nem is tud sebezést okozni, hanem csak a te általad okozott damage-et nyomja vissza. Ó. Akkor ezt érdemes figyelni, hogy mikor használja a gép, hogy nehogy véletlenül tudod, hogy tovább pörgesd a frameskip miatt, és akkor valami baj legyen. Confusion. Nem sebzett annyira sokan. Detect. Király. Meditált az ilyen nagyon... Vegyük el majd Csokitól a cuccokat. Persze. Mit kaptunk? X-etek. Ezeket jó eladni, nem? Mondjuk. Meg olykor azért hasznos lehet. Ezek már voltak? Igen. Mindenkit elpicsáztunk? Igen, csak menjünk gyógyítani mondjuk. Az nem jó, hogy mindenki volt már, mert Jean Grey még nem... Killia. Micsoda? Még nem fejlődött tovább. És az rossz? Hát nem rossz, de nem jó. Mindenki volt, nézd meg. Jó van, hát akkor így lesz. Na nézzük akkor, miből élünk. Jó... Jó. Jó! Jó, beletöröltél a sorsodba, úgy hallatszódott, hogy... Ja, elfogadtam. Mi akkor is szeretni fogunk, Miki, hogyha romászal rá fog baszni a gép téged. Hát remélem, hogy nem jutunk el. Szevasz, Broly! Olyannyi egy öreg fazonnak tűnik. Igen, de gondolom kurára nem az. Nem, egy ilyen... Kis laza gyerek. Ez is ilyen Kamet Mi Bros. Úgy néz ki, mint valami deszkás Joker. Mindenki Kamet Mi Bros. Igen. Tetszenek a dizájnok a Pokémonban. Szeretnék ki kinézni élőbe, mint a Broly mondjuk. Úgy, ez jó. Not very effective. Matchupnak annyi. Mennyi van még neki hátra? Meditált. Ő ellene Marinert fogunk használni. Király. Fight. Jó, szerintem...
Nutshot. Várja, melyikkel járunk jobban. Azt azért érdemes megnézni. A picsába. Azt mondja, hogy 40, a tackle 35, 55, akkor a Nutshot. És a speedjét viszi le. Az jó. Úgyhogy Nutshot, szerintem. Tényleg ez a Mudkip, hogy hogyják ezt a Pokémont? Mudkip, Mud... Akivel vagy most, mi a Pokémon? Mi a neve az eredeti? Marstomp. Marstomp. Tényleg úgy néz ki, mint egy punk, aki az első sorban tombol a koncerten. Tehát Tari, és a két keze fel van emelve, és ez az, toljátok, fiúk! Jó, ki is ütöttük. Level 20-as. Marineris megtanulja a Foresightot, de azt nekünk nem kell. Jó, és nagyon reméljük, hogy nem fog geci húzást csinálni és se kritikálozni, úgyhogy hozzuk egy Jean Grey-t. Mert most mi lesz? Egy Pokémonja van nekünk, meg kettő, úgyhogy igazából az előny már nálunk van. Makuhita. Mi annyira 19-es szinten annyira veszélyes? Hát tud meglepetéseket okozni. Aha. Szép, eddig. Confused, oké, okay, ez nagyon jó eddig. Ez nagyon jó eddig. Bulk up, nem tudom mit csinált. Jó. És már kijött a Confusionből? Bassza már meg. És visszagyógyította magát, ez nem jó. Nem annyi nekünk. Tackle mondjuk. Tackle. Water gun inkább. Az hatásosabb? Ez gyorsabb? Mudshot? Mudshot mondjuk, az gyors is. Jó. Jó. Jók vagyunk. Oké, okay. Megvan, király. Még volt még egy csomó rakat Pokémonunk. Ez játszik könnyű lett volna, hogyha kibaszott ízége jutottunk volna Kirliáig. És hogyha nem... Ja jó, nem. Azt hittem már, hogy 18-as lett és úgy ütötték ki. Mert akkor viszont megvesztettünk volna egy szintet és akkor csak később tudtunk volna tovább fejlődni. Ó, értem. Tehát akkor van, hogyha a fejlődés előtt kiütik, akkor nem fejlődik. Ha éppen akkor fejlődnél tovább és kiütnél, akkor nem tudsz tovább fejlődni. De durva. Na és akkor innentől most már ugye zsírfekájákat is elkezdjük majd gyúrni, úgyhogy nem tudom, kivel kezdjük, kitegyünk be az elejére majd. Bryant, jó. Nekem azt hiszem, mert arra jobban kíváncsi vagyok, hogy ő erre mit fogunk majd tudni kezdeni. Igazából. Már menjünk el a következő szigetre, azt kész, szerintem. Jó, ott az elején ott egy ilyen tengerparttól leszünk, ott kiütjük a trénereket, aztán szerintem legyen elég. Jó van. Nem csak ugye a helyem is véges, aztán most tudod, most... Persze. 60 FPS-ben veszem föl, annyi fejet fog foglalni, mint a jó rohadt élet. Ahoj! Ahoj, poplacsek! Üdvözlőjük Yeti Tindért. Jó, kaptunk soft sendet, azt szerintem oda is adjuk. Ez mire jó? Miért? Az növeli a... Föld típusú támadásoknak az erejét. Odaadjuk Marinernek. Uha, homok. De már van nála egy item. Kicseréljük. Helyes. Mit mondott our sandcastle? Mindjárt megnézem újra. Sailor Huey. Keen Eye. Hát igen, az ilyen tengerészeknek ez a legjobb Pokémon, ez a Wingull. Ez tökéletesen reprezentálja, hogy... Hol és mit csinálnak? Tengerész Pokémon... Tengerész mesternek izé kell. Vannak. Sirály. Na mit mondtok? Folyamatosan flexeli a muszkliát. Our sand castle is taking a long time to make. Türelmetlenkedik a gyerek. Igen. Ilyen battle napon. With me? Harcolni akarsz velem? You think you can freestyle with Blast? Nekem is ezt eszembe egy picit. Ezek az embereknek nagyon pofája, csak nem tudom, hogy mire. Van egy Wingullod. Ennyi. Nekünk meg van egy teljes csapatunk. Badass Pokémonokkal. Teljes csapat, amiből kettő használható kb. Ficked. Fuck. Fuck the police. Ajaj, te költ kellett volna, mi ezzel is kiütöttük. Wingull annyira milyen gyenge... hangja volt a végén? Ilyen hangot adott ki. Wingull annyira gyenge, hogy amikor rossz támadást dobod rá, akkor is kiütöd vele. És azért kis hülye kislányoknak is van Pokémon mondjuk, mert miért ne? Biztos felelősség teljesen tudják használni ezeket a lényeket. 3 év az már elég arra, hogy rabszolgád legyen, tudod. Igen. Tudod, ez az az életkortól, amikor még a...
ha te szülő lennél, és lenne egy 3 éves kisgyerek, te nem vennél kutyát, macskát, halat a gyereke, mert nem tud vele mit kezdeni, érted? Kisgyerek, azt neked kell gondozni. De ezek meg már harcolnak is. Még az akkor, amikor még lehúzná az aranyhalat a WC-n, ja, vagy valami. Igen. Én lehúztam az enyémet, mindhármat. Miért? Mert megdöglöttek azért. Hát jó, az más. Nagyfatalom megölt őket, de ezt már mondtam egy korábbi részben, a Fire Redben. Tök feeling, napozó, olyan, mint a Riminibe lennék. A Rimini néz ki ugyanígy, a Rimini strand. Az Uriel, ez a Merylnek a továbbfejlődése? Merylnek a baby formája. Aha! Akkor visszafejlődése. Meg kéne próbálni már zsifákat használni. Hát használd. Időnk van. Zsírfeka. Ez is ajta akkor rockkoncerte lenne, hogy így csápol is egy kézzel. Yeah! Igen. Vissza. Esküszöm, lementem ezeket a sprite-okat és fogok csinálni ilyen képet, ilyen mashup képet, ilyen valami koncert, és ott lesznek az első sorban ezek a Pokémonok, akik hátul úgy néznek ki, mint a rockerkednének. Csinálni egy edzőteremről is ilyen mácsokkéval, meg ilyesmik, ahogy gyúrnak. Ja. Lehet lesz majd. Figyeljétek a Facebook oldalamat, lájkoljátok, és akkor lehet, tudod, hogy mi kéne? No. Egy olyan ilyen mashup kép, hogy a Hitmon Chen, az boxol a Muhammad Ali-val. Mit hív ki? Ja, az Uriel. Az Uriel. Faszom, nincs nekem erre türelmem, majd amikor erősebb lesz. Gyilkolj. Sokan azt hiszik amúgy az Uriel-ra, hogy víz Pokémon, pedig normál. Hát igen, meg kék is, tudod, az emberek odaig, mert nem jutnak el, hogy... Meg hát eleve egy víz Pokémon lesz belőle. Ja, hogy... Szóval nem is tudod hibáztatni az embereket, akik ezt gondolják. Aha. Tenta cool. Tenta not cool. Hanyos szinten fejlődik tovább a többi Pokémon, amink van? Hát a legtöbb ideig izé fog tartani Brian Fury. Ugye Zubat az 22-esen lesz Golbat, és utána amikor nagyon boldog lesz, akkor lesz Crobat. Csokit ugye nem fogjuk tovább fejleszteni. Ugye Jigglypuff 18-ason fog fejlődni Killiába, aztán 30-asan Gardevoirrá. És Makuhitának most valamiért nem rémlik, hogy mikor fejlődik tovább, valószínűleg valamikor 25-ös szint környékén. Mi történt most? Fölé volt Roxanne az első teremmester, és megadta a második teremmesternek a telefonszámát. Aha. Gyógyítsunk és mentsünk, azt mondom. Gyógyítsunk, még egy épületet meg akarok csinálni, ami még szintén ott van a strandon. Teleport? Várjál, nem is. Brian-nál, és akkor Jinkrét fogjuk majd kiívogatni. Miért mi van? Itt ki tud szívni trénereket, csatázni. Ah, itt is. Hát mint mindenhol máshol, tudod. Igen. Hát miben állna ez a játék, tudod? Ilyen kis szívós ahhoz képest, hogy baby Pokémon. Viszont a magas szintű volt azért. Hát majd olyan 14-15-ös szinten majd a Brian is elkezd majd hasznos lenni. Vár ezeket még? Hát mondjuk Mario az víz típus, azzal inkább nem tartom kint. Zsír. Wow. Goldin. Ez milyen trainer klassz, amiben ez a csaj van? Beauty, azt hiszem. Beauty, lol. Van új trainer klassz a Fire Redhez képest? Nem rémlik. Hát ugye vannak a magmások, meg az akvások, de igen, azon kívül nem rémlik. De hát meg a rakétacsapatot helyettesítik. Ha mindenkit legyőzöl, akkor kapsz egy csomó szódát, azt hiszem. És az jó? Hát az gyógyító cucc a játékban. De, Jinglyn már talán kellett volna fejlődnie, vagy 20-ason fejlődik? Hát meg egyszer kikapott a teremmester. Nem, de most lépett szintet. Na már tényleg? Nem kéne bezavarnia semmit. Szerintem akkor 20-as, és akkor rosszul emlékeztem. Mindegy, hát annyit még kibírunk. Főleg így. Mi most nem kap annyi XP-t. Miért is kapsz több XP-t? Vadér vagy mesterér? Vagy ahogy izé trénerér? Hogyha tréner Pokémonnal harcolsz. Próbálj meg Brian Fury-t. Vagy kéne egy ilyen cetti nekem ide, hogy melyik Pokémonnak mi az eredetije, hogy tudjam.
Ő Eron. Eron, azt tudom, Eron tudom. Ralcot megegyeztem. Makuhita. Makuhita. Zigzagoon. Zigzagoon. Zubetet meg ugye ismered. Zubet meg ugye ismerem, igen. Meg Ralc, ennyi. Ralc, jó. És ő mit tud? Jön bácsi a szódás. Ja, 6 szódát kapunk ingyen. Az jó. Amúgy na, pénz. Mi? Amúgy pénzbe kerül? Ha ilyen automatába tudod venni. Epic. Jó, akkor mentsünk. Persze, viszonylag a Poké Centerbe aztán jó. Ennyi volt. Két jelvénnel akkor már is túl vagyunk, ott vannak a rossz harcolak. Majd őket szét fogjuk baszni, gondolom. Ők is megkapják a magukét, azaz. Helyes. Ez majd a következő részben meglátjátok. Nem mintha ez nem több részben lenne fönn, amit most fölvettünk, de csak jelezzük, hogy ez volt az első ilyen felvétel. Kimelőjünk be. Tessék? Kimelőjünk be. Még be tudsz ülni? Hát, így. Ja, így. Jó. Hát akkor mondjuk legyen a csaj akkor már. Ide, vagy mellé. Mellé az jó, sokkal creepybb. Úgy. Tökéletes. De és szó nélkül, csak olyan ölsz. Igen. De a csaj az nem is néz, csak duhányzó asztalra, így mered, tudod így előre. Nem, és nem mert arra, máshova tudod. Igen. Lehet, hogy ő is pont ugyanúgy van megszállva, mint Jigglypuff, hogy így nem tudja becsukni a szemét, meg semmi. Az a Jigglypuffos kép, amit kaptunk, az mennyire kurva. Az mennyire kibaszott kurva jó, igen. De meg is lepődtem, hogy kaptunk. Az a terror art kifejezés, hogy kinyom az orcán. Nagyon megcsináltad. Te ennyit után emlékeztek arra a jelenetre. Igen, hogy ennyire megmaradt. Azt ezt utólag is köszönjük, igen, szépen. Mindenkinek köszönjük a képeket. Ennyi. Na akkor sziasztok. Sziasztok.